Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit szombathelyen. Ahogy ezt szoktuk, indítsuk a mai előadást is az om NÁM mantrával, amely az univerzum a tisztaságában, közösen. köszönöm szépen. Gyorsan mondjon valaki egy számot 1 és 208 között. 111-es. Mennyei lakoma. Bovul ném egy érett gránátalmát ajánlott fel Mangong zemmesternek, Amint átadta a gyümölcsöt, így szólt tanítójához. Kérlek, fogyaszd mennyei lakomaként a három világ összes buthájával és a tíz irány bóthiszatváival együtt. Mangong Sunim elfogadta a gránátalmát, megette és elmosolyodott. – Hogy íz lett? – kérdezte Bóvol szunyim. A három világ összes buthája és a tíz irány bóthiszatvái már befejezték a lakomát, válaszolta Mangong zenmester. Kérdések. Honnan jön a három világ összes buthája és a tíz irány bóthiszatvái? Hogyan lakomázott Mangong zenmester a buthákkal és a bóthiszatvákkal? Cunxán zenmester kommentárja: A majmok a banánt szeretik, a lovak az almát. Hölgyeim és Uraim, ez volt egy zen-koan. Örömmel látom a kicsikét megmerevedett szempillantásokat, hogy valami nagyon értelmeset vártál a zen előadás elején, és ez nem következett be. Az értelem tényleg olyan, mint a majom vagy a ló. Megkapja a banánt vagy az almát, elrohan vele és megeszi. Ez az értés. Hát kíváncsiak vagyunk, gondolkodó lények vagyunk, problémákkal bíró lények vagyunk, és keressük a megoldást. Neked milyen táplálékkel? Elég a gondolat? Vagy kellenek az érzelmek is? Visszamész a múltba, hogy megkapd, vagy a jövőbe, esetleg ebben a pillanatban szeretnél táplálékot kapni, és megtalálni a megoldást a kérdéseidre. A zen tehát rendkívül egyszerű. Ha ebbe a pillanatba visszatérsz, akkor együtt vacsorálsz a tíz irány összes buthájával és bóthiszatváival. Ha elveszted ezt a pillanatot, akkor még az a maradék élelem is eltűnik, amit ott őrizgetsz a kamrában vagy a hűtőszekrényben. Mi emberek Annyiféle nézettel bírunk, és annyi módon, úton keressük az igazságot, hogy megszámlálhatatlan. És ez így van jól. Ezért is van szükség annyiféle hagyományra, hogy ezeket az érdeklődéseket valahol kielégítse. Valójában egyetlen spirituális hierarchia van, de ezt egyetlen hagyomány sem képviseli teljes egészében. Sok-sok hagyományból lehet összerakni azt, amelyet az ember spirituális haladásának, önmegismerésének, világ megismerésének hívunk. A zen ezek közül az egyik legegyszerűbb. Merd föltenni azt a kérdést, hogy mi ez? Mi ez az avatár? Mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel? És mert föltenni azt a kérdést, hogy mi az, ami kimondja bennem azt, hogy én? Tőlünk egy kicsit nyugatabbra azt mondaná, hogy ich. Még nyugatabbra azt mondaná, hogy zs. Még nyugatabbra azt, hogy aj. Keletre? Ja. Először a személyiségedet ismered meg, mert a meditációban elkezdesz úgy látni, mint hogyha egy tükörben néznél. Ez a tükör először nem tiszta. Rengeteg folt van rajta, törés, trauma, hajlás, torzulat, és olyasféle foltok, amelyek számodra az azonosulás fedettségei. Mihelyt a kérdés végére szeretné járni, rájössz, hogy mindig is kezdőhelyzetben vagy. Mindig, minden pillanatban előről kezded a gyakorlatot. A haladás látszatát föl fogja váltani a tisztulás tapasztalata. És amikor ezt a kérdést mindenféle echo vagy válasz nélkül tapasztalod, akkor a nem név és nem forma, nem én és nem más, magyarul a nem kettősség tapasztalata a tiéd lesz. Feltehetnéd a kérdést logikusan, hogy lehetne az enyém, ha akkor nincs én? Hogy lehetne az enyém, ha akkor egyéb válok a világegyetemmel? És a válasz az, hogy nem tudjuk. Böcsülettel, egyenesen, nem tudjuk, mert nem tudható. De tapasztalható. A tapasztalod azt, amit itt most igazi önvalónknak hívunk, de nevezhetnénk butha természetnek, az átmabrákmannak, hogy az éntelenség az anátban tapasztalatának, akkor valami benned helyre kerül. Miért? Mert te a helyedre kerültél. Mert a vízcsepp visszatért az óceánba, és az óceánnál vált. Egyszerre tapasztalja óceánságát és cseppségét. És a kettő csak a formák szintjén különbözik. A lényeg szintjén sohasem. Ha te a helyedre kerülsz, akkor az azt jelenti, hogy az életed is elkezd rendeződni. Ha nincs életrended, akkor nincs értékrended sem. És az értékrend hiánya a belső rend hiánya. A belső rend jobb, hogyha autonóm, és nem kívülről kondicionálják beléd. Igen, neveltetünk, tanulunk, adjuk és vesszük az ismereteket. De az az autonómia, amely az önismeret, az az autonómia, amely a realizációs praxis eredménye, az nem jön pusztán külső tudásból. Az egy belső folyamat, letisztulás és egyéválás eredménye. Ezt hívjuk spirituális hierarchiának. Ez szükségszerűen belülről jön, szükségszerűen tapasztalati alapú, és biztos, hogy nem marad csak benned, mert nem csak magadért csinálod. Tehát a belső rend átmegy külső rendbe. És ez az, ahol a puszta megértés, a puszta tudás elégtelen. Nézd meg, hogy nagyon sokat lehet vitatkozni a megvilágosodás definícióján. De akik valójában elérték a tiszta tudatot, azok nem vitatkoznak. Nyugaton nagyon sok vita, teológiai írás született az Isten képről, vagy Isten képekről. De azok, akik tapasztalták Isten jelenlétét, azok nem vitatkoznak azok élik ezt. Hány könyvet kell elolvasnod ahhoz, hogy belást, hogy az ég kék és a fű zöld. Hány kurzust kell elvégezni, hány fokozaton kell végigmenni, hány országot kell meglátogatni ahhoz, hogy befelé fordítsd az energiádat, és végre megismerd azt a karmát, amit ide lehoztál, és ami nagyon gyakran számodra ismeretlen. Úgyhogy te hordozod, a te pecséted van rajta, te vállalsz érte felelősséget. És mégis nagy része, olyan 90-95 a otthonol a tudattalanodban, és a legváratlanabb módon tud megnyilatkozni, tönkretéve, esetleg emelve a kapcsolataidat. Katasztrofális változásokat hozva az életedben, úgyhogy látszólag az kívülről jön, de valójában a lelkedményén tudod, hogy azt te csináltad. A zen szó szerint azt jelenti, hogy elmélyülés, egyévállás, letisztulás. Ha valaki a jogával foglalkozik, akkor az eredeti szó az a gyána, a joga nemes nyolcrétű ösvényében a hetedik. Az elmélyülés és a meditáció az az előszobája a szamádinak, az énség ellobbbanásának, és így a felébredésnek. Az, hogy az első hat micsoda, az egyrészt tudható, másrészt, mivel több hagyomány tudja a zent, mint meditációt gyakorolni, nem ennyire fontos. Milyen falakat építesz a házadban? Szinte mindegy, hogyha kiszolgálja a családot. De hogy legyen rajta tető, az nagyon fontos. Mert különben az eső és a vihar tönkre a házat. A praxis is ilyen. Ha nincs egy végpontja, ha nincs egy teteje, ha nincs egy olyan minőség benne, amit el kellene érnünk, akkor csak szépen gondolkodnánk, struktúrálnánk, előkészülnénk, még több előkészítő gyakorlatot végeznénk, de nem lenne meg a teteje. A zenben ez a végpont, ez. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás egy pillanatra megszakad a személyes narratíva, az a fajta gyöngéd zaj, ami mindig ott van az elméd hátterében, néha nem is csak a hátterében. És innentől kezdve a gondolkodás öntermészet nélkülisége megmutatkozott. A gondolkodást mi hozzuk létre. Olyannyira nem vagyunk vele azonosak, hogy ez a descartes mondás, hogy gondolkodom, tehát vagyok, az ütés pillanatában Megszűnt. Mert megszűnt a gondolkodásod is. Csak az volt egy tak! Ha te azonos lennél a gondolkodásoddal, akkor az ütés pillanatában meghaltál volna. De nem ez történt. Viszont a gondolkodásért, ahogy az érzelmeinkért, a beszédünkért és a cselekedeteinkért teljes felelősséggel tartozunk mások és magunk felé egyaránt. Miért? Mert mi csináljuk mi vagyunk a gyár és a termelő. Az összes karmánk, az a négy, amit felsoroltam, és az összes többi féle, az pedig a termék. Itt nyugaton nagyon hozzászoktunk a termékekhez. A tant is egyfajta termékként szeretnénk elsajátítani. Mondd meg, én hazaviszem, és akkor nekem jó, attól jobb lesz. Már sokan tudják, hogy nem lesz jobb. De más lesz. Megváltozol, mert legalább egy pillantást vetettél belőle. Itt a helyes hozzáállás a teremtőhöz való visszajutás. Azt mondjuk a mahajánában, hogy ha meg akarod tapasztalni a világegyetem miben létét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. De mi ez a tudat? Körülbelül annyit konyítunk hozzá, mint amikor itt nyugaton azt mondjuk, hogy a világot Isten teremtette. De végül is mi ő, vagy ki ő? Hogyha visszatérünk a tudathoz, akkor annak a fölfedezése a teremtő mozdulatunkat megmutatja. Szükségképpen minden, aminek van színe, szaga, hangja, íze, tapintható, gondolható, érezhető, beszélhető és mondható, ez nem a teremtő, mert ez mind teremtett. Mert vannak tulajdonságai. Érzékelhető. Tehát jelenség. Megjelenik és eltűnik. És így a teremtettsége nyilvánvalóvá válik. A teremtő mindaz, ami ezzel nem rendelkezik. Tehát nincs neve, nincs formája, nem látható, nem tapintható, nem ízlelhető, nem szagolható, nem mondható ki nem cselekszik, nem beszél. Ugyanabban a dilemmában vagyunk, mint az, aki nagyon-nagyon szereti a csokit. Akár a tejcsokit, akár a keserű csokit. A szögleteset, a kereket, a töltöttet, a mogyorósat, a mazsolásat, a mandulásat, a mentolosat. Bármilyen csokit, de nagyon-nagyon szeretünk. És egész életünkben az édességboltban vagyunk, és nézegetjük, válogatjuk, kóstolgatjuk, hazavisszük, felajánljuk, bármit csinálunk vele, csak a csokinál maradunk, mert mi azt az édességet szeretjük, amit úgy hívunk, hogy emberi tudás, gondolkodás, keletkezés és megszűnés. Igen, ám csak egyszer eljön az idő, amikor mindez a sok végtelen variációjú csokoládé kevés lesz. Miért? Mert az édességboltban nincs meg a gyár. És keressük a csoki gyárat. Hogyan keletkezik az a sok-sok karma? Miért vagyok én ilyen amilyen? Miért pont ezt a lelket hoztam le ebbe a testbe? Nem lehetett volna valami más, kevesebb baj van vele? És akkor a csoki gyárba úgy lépünk be, hogy feltesszük a megfelelő kérdést, hogy mi ez? Honnan jön? És előbb-utóbb visszajutsz ahhoz az önmagadhoz, amelyet eddig nem is ismertél, de ott ketyeget benned szépen. És a praxis során rájössz, hogy a csokigyár nem édes. Nem lehet megenni. A csokihoz képest nagyon más, mert betonból, téglából, műanyagból, fémből, fából és egyébből van összerakva, és ez a csokigyár felelős az összes csokért, ami valaha megjelenik a piacon. Ez a te életed és kisugárzásod kölcsönhatásod és tevékenységed. Ezért hívjuk a zent a buddhizmus felnőtt műfajának, mert megszűnik téged valamilyen gyermeknek, báránynak, alárendelt személynek, elesetnek és a többinek tekinteni, hanem egy olyan felnőtt embernek tekint, akinek a megvilágosodásra képessége van. Ezt hívjuk buddha természetnek. Ez a buddha természet, nevezzük így, az egyetlen dolog, ami egyenlő mindannyiunkban. Mindannyiunknak egyenlő mértékben van esélye a felébredés elérésére. Ez tesz minket társakká az úton. Minden egyéb már különböző. Más az arcunk, más a testünk, más a lelkünk, másképp gondolkodunk, másképp érzünk, cselekszünk, beszélünk, és a többi. Megfigyelted, hogy nem csak az új lenyomatunk különbözik, hanem a hangunk is. Van olyan, hogy hanglenyomat. Meghallod valakinek a hangját, és azt mondod, hogy ezzel az emberrel nem akarok egy térben lenni. Meghallod valaki másnak a hangját, és azt mondod, hogy ezer életen keresztül hallgatnám ezt. Mi van benne? Mi van a hangban? Na, ennek a felfogására találták ki az egyik legegyszerűbb és legvilágosabb meditációt, amelyet otthon gyakoroljatok. Ezt úgy hívják, hogy a rezdülések felfogása, vagy a hang felfogása. Leülsz, felveszel egy stabil tartást, figyeled a lélegzetedet, a figyelmed egyenletesen oszlik el a térben, magad előtt, mögött és oldalt, és egyszerűen figyeled, hogy ebben a pillanatban mit hallasz. Például most egy repülőgépet. Az óra ketyegését. amikor ezt a hangot hallod, akkor biztos, hogy jelen vagy, és a tudatod relatíve tiszta. A zajod az ott van a háttérben, esetleg el is ült, és hallod a jelt, ami a hang ebben a pillanatban. Igen, ám csak, hogyha ezt folytatod egy jó darab ideig, akkor nem csak a hangok rezdülését fogod felfogni, hanem mondjuk az érzelmekét, a gondolatokét, egy másik ember beszédéjét. És itt indul a tánc. Valójában mit hallasz meg egy másik emberből? Mit érzel meg egy másik emberből? Mennyire fogtad fel azt, ami sugázik feléd egy emberből, egy családból vagy egy embercsoportból? És ennek a felfogása egy nem mozduló, rezenéstelen, de teljesen érző, intelligens tudatot kíván. És ez, hölgyeim és uraim, az együttérzés. Ha Avalokitesvara vagy Csenrézi, vagy Kanzeon, Kuanyin, Kwanseum, tesse mindegy, hogy melyik ázsiai nyelven mondod, ha az ő meditációját folytatod, amelyet most áruhában éppen elmondtam, akkor az együttérzést fogod magadban tapasztalni mások felé, és egy idő után a saját karmát felé is. A saját karmát felé való megértő felfogás, az helyettesíti az önszeretetet. Az önszeretet teljesen meddő. A karmádnak a meglátása, elfogadása és javítása az a helyes út. Miért meddő az önszeretet? Mert akkor más embert nem tudsz szeretni. Tehát vállald azt a kockázatot, hogy egy másik ember szeretetén keresztül tapasztalod meg azt, hogy esetleg ő is viszont szeret téged. Nem szoktunk mindig csak gratulálni magunknak, hogy szoktad a válladat a tükör előtt veregetni, hogy Józsikám, jól csináltad. Jó ember vagy. Józsikám, én szeretlek téged, én Józsi. Ez nem megy. Tehát nézd meg, hogy az elme micsoda játékokat játszik, hogy egy picit biztonságba helyezze magát, és kiderül, hogy a legdurvább válsághelyzetekben hagyja ott a hamis önszugesztió. És innentől kezdve ez a meditáció elkezd valami nagyobbat szolgálni, mint te. Téged is szolgál, a párkapcsolatodat is, a családodat is, és azt a csoportot is, ahol éppen vagy. Kiderül, hogy a tudat tisztasága az egyetlen fokmérő ahhoz, hogy valamit minőségi módon csinálj. Ha a tudatod minősége magas, akkor a kapcsolataid és a tevékenységeid minősége is magas. Ha nem, akkor a saját téves nézeteid, kapzsiságod, haragod és az egyéb ebből fakadó negatív tulajdonságok ezek rontják el az életedet. Nem valaki más, nem valami más, hanem ezek és csak is ezek. Tehát amikor az előbb a szellemi autonómiáról beszéltem, azt azért tettem, hogy ne vetítsd ki a felelősséget másra. Amikor a csoki gyár hasonlatot hallottad, akkor ráébredtél, hogy tényleg te teremted a karmádat. És amikor a tudatod minőségéről beszéltem az előbb, akkor realizálhattad, hogy amilyen minőségben teremtesz, olyan a világunk. Na most ezt az elmédben egy picikét tedd a hipotetikusan igaz, vagy a feltételesen igaz dobozba, és ezután néz körül. Néz körül a Földön olyan rádiuszban, ahogy szeretnél. 30 km, 300 km, 3000, 20 ezer, azért csak 20 ezer, mert utána körbeérsz. Mekkora rádius szeretnél? És nézd meg, hogy milyen világot élünk. Emberileg, természetileg, anyagilag. Ez mutatja a tudatunk minőségét. Ez mutatja a teremtésünk minőségét, és azt, hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy nekünk mi dolgunk ezen a világon. Az eredmény hirdetést azt rád bízom. De ne szűnj meg körülnézni belül és kívül, és hogyha minőség szeretné szeretnél, magadon kezd. Nos, hölgyeim és uraim, szerintem ez bevezetőnek bőven elég volt, és most várom a tisztelt hallgatóság kérdéseit a mikrofonban. Feltettem azt a kérdést, hogy miért pont ezt a testet, miért pont ezt a lelket hoztuk le ebbe a testbe? Igen, ez egy kardinális kérdés egy idő után, olyan 30 fölött, úgy elkezdjük ezt kérdezni, igen. Lehet, Ponglétan, hogy alatta is. ki, ki az, aki Lehozza ezt a uh -huh. testet, és mi a lélek? Ez egy nagyon jó célképzet a következő 30 évre neked. Nem árulom el. Annyit viszont elárulok, hogy amilyen lelket hozol le, olyan testet kapsz. Itt már van egy nagyon kardinális összefüggés. Saját karmát függvényében választasz családot, és fogad el téged a szülőpárt. Az közhely, hogy választjuk a szüleinket. Igen, de őnekik is el kell fogadniuk minket. És akkor van egy egészen szép születés. Tehát nem csak az, hogy miért ezt a lelket, miért ebbe a testbe, ez a jéghegy csúcsa. Miért abba a családba, miért abba a társadalomba, és miért akkor? Úgyhogy bővült a paletta, jót kérdeztél, folytasd addendum, hogy amíg nem jövünk erre rá, addig nem vagyunk szabadok. Addig csak a vágyainkat próbáljuk meg kielégíteni, vagy menekülni, vagy harcolni, vagy ütni, futni. De amíg ezek a mély kérdések nincsenek a helyükön, addig te sem vagy a helyeden, és akkor úgy érzed, hogy családi problémáid vannak. Igen, a felszínen családi problémáid vannak. Valójában te nem vagy a helyeden. Nem érted, hogy a társadalom miért ilyen? Azért, mert nem láttad meg, hogy miért születtél ebbe a társadalomba. Ha ez a kapocs megvan, azon nyomban segítőként tudsz föllépni, és nem áldozatként. Messzire visz ez az út nagyon. De mégis mindig ide-vissza. Jó? Valaki, hogy talál, ö, találhatja meg a tanítóját? mert? Valaki? Én, vagy én? Én? Valaki nem talál. Én. Mert Tehát, igazából úgy érzem, mint hogy évek Maczka, óta... hogy Senki nem találhat senkit. Te szeretnél tanítót? Igen, igen. Most mondjad. Igen. <laughs> hogy hogyan, hogyan találhatok rá? Mert három éve is azt hittem, hogy megtaláltam, akkor nem tudom, utána máshova ugrottam. Hallottam egy előadásodba, hogy amikor valaki vizet keres, és akkor ide, én úgy érzem magam, hogy itt is furok, ott is furok. Ezt és nem, nem lehetok elítatni. Nem, nem tudok elég. Férjed van? Igen. Ő volt az első szerelem? Majdnem. Majdnem. Ez hát szerencsés vagy, hallod, ez mai napság, ez nagyon ritka. Hát általában fúrunk különböző mélységekig, és utána kiderül, hogy nem ő az. De hogyha tényleg keresel és belül is dolgozol, mered föltenni a kérdéseidet és az adott eszközökkel próbálsz választ is kapni rájuk, akkor a tanító megjelenik, ha nagyon keresed. Ha törekszel, akkor megtalálod azt, aki a törekvésedet segíti. Nézd meg, hogy egy kisfiók ahogy bújik ki a tojásba. Kotlós vagy ekvivalens lény hallja, hogy tik-tik-tik-tik, és amikor a kicsike csibe ott a már kopok kifelé, akkor puf, megtöri a csőrével kívülről a helyet. Ha túl korán lenne, akkor nem csibe jön neki, hanem csak a sárgája. Ha túl későn, akkor megfullad. És innentől kezdve Kopácsolja csak kifelé. Majd egyszer egy nagy sör föltöri a héjat, és megjelenik a tanító. Honnan tudod? Onnan, hogy követed. Ha nem akarod követni azt az utat, amit ő jár, nem a személyét követjük, az utat követjük, akkor nem a tanítód, és ez rendben is van. Tehát az ember egy kicsit bonyolultabb lény, mint a kacsa, amely kibújik a tojásból, az első ilyen nagy foltot, amely elkülönül a környezetétől, azt fogja követni pingvinek költötte ki kacsa tojás, és ott van a filmen, hogy a kacsa a kis kicsi, így mendegél a pingvin után, és semmiféle identitás nincs. Nem hiszi azt, hogy jaj, én valójában egy kicsi pingvin vagyok, csak kacsa testben, ugye? Nincs ilyen probléma. Honnan tudjuk, hogy a kiskacsa felnő, és újabb kiskacsáknak ad életet? Innen tudjuk, hogy kacsa. Tehát nagyon fontos, hogy a tanítóban bíz meg, a tanítást valamilyen szinten hidd el, és utána győződj meg arról, hogy ténylegesen igaza vagy sem. Honnan tudod, hogy elhiheted, hogy ott és akkor az elkezdett rajtad segíteni? Ha segít rajtad, akkor hihető. De nem annélkül, hogy azt a mélységében végigjárd. Nagyon sok olyan tanítás van, hogy eleinte úgy tűnik, hogy hogy, azt közben dehogy. Elmentél a közepéig, már nem olyan, mint az elején, és a mélységében pedig kiderül, hogy szó nincs arról, ami ott a felszínen ott rezget. Tehát tanító, akiben bízhatsz, tanítás, amely biztos és igaz, és tanítványi közösség, amely elfogad, te pedig beilleszkedsz. Ez a Budha, Darma és a szanga hármassága, enélkül a legnagyobbaknak sem ment. Tehát, még a legnagyobbak is tanultak, és képződtek, és tették a dolgukat nehogy azt itt, hogy sufni tuning a megoldott, csak ott a hátsó udvarban, ott a kis saját kognitív villás kulcsoddal. Nem. Nem. Tessék képződni. De te, annyi hagyomány van te. Hát két egérklikantás között egy teljes kulturális paradigma ott van. Válasszá. Próbálkozzá. A feleségem némikép némiképp ellene van ezeknek az irányzatoknak, így a buddhizmusnak és egyéb ilyen önkereső irányzatoknak. Ebből vannak némi kisebb-nagyobb konfliktusaink, bár inkább nagyobbak, hogy ezzel mit tudnék én kezdeni. Azt én... Próbál... Mondod, hogy a kereső irányzatokat ő nem szereti, így van? Igen. Szokott vásárolni? Szokott. Akkor ő is egy kereső irányzatnak a tagja. Ez a bevásárlók nagy közössége. Vannak különböző színű templomok, ahova elmennek, van a piros-kék, van a piros-fehér, nem mondok neveket, talált ki. Van a teljesen zöld, és van a sárga-kék, és itt mind-mind egy adott darmát, az adott vásárlás darmáját tapasztalják. A 90 napos garancia, biztosítékát, a házhoz szállítás bónuszait, stb. 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 Tehát, ha ő keres, és te ezt elfogadod, akkor ő miért ne fogadhatnál, hogy te is keresel, te egy spirituális bevásárlóközpontban keresel, és hogy ha te a kosaratban együttérzést, bölcsességet, önzetlen segítséget hozol haza, akkor asszonypajtásnak egy idő után el kell fogadnia, hogy a vásárlás eredményesen történt. Miért? Gyümölcséről ismerszik meg a fa. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy hány évgyűrűje van, és milyen mélyre ment le a gyökere, de hogyha a gyümölcse finom, tápláló, egészséges, akkor ezt előbb-utóbb a család oda teszi az asztalra. Ha te elmész egy elvonulásra, mert annyi bizalma azért asszonypajtásnak kell legyen, hogy elenged téged három-négy napra, addig se kell vitatkozni, ugye? Ha hazaérsz, akkor te milyen minőségben érsz haza? Tehát ugye a férj 2.0 milyen verzió frissítés az 1.0-hoz képest? Normálisabb? Hát egy ideig. Nyugodtabb, ha békén hagyjuk. Bölcsebb, hát ha nem túl nehéz a feladat. Együttérzőbb, valamennyire. Tehát, hogyha jobb az eredmény, a személyiség fejlődött, akkor előbb-utóbb el kell fogadni azt, hogy ugyan nem ismerjük a módszert, de működik. A másik, hogyha esetleg odáig juttak a bizalomépítésben, hogy te elmész vele vásárolni, és segítesz neki keresni és olyan agyament dolgokat is, amelyekhez neked semmi közöd, de ő szeretné. És itt nem arra gondoltam, hogy köröm lakkot és alsó neműt és ilyet, ilyesmit segítesz választani, mert akkor elkezdene gyanakodni, hogy baj van. Hanem olyasmit, ami tényleg közös, mint pár vagy család, nektek szükségetek van rá, és ebben részt veszel. Ha ez megtörtént és elfogadta, akkor egy szép napon megkérheted őt, hogy szívem, Eljönnél velem keresni? Én most elmegyek egy ilyen meditációs helyre, és szükségem van a szemedre, a füledre, a szívedre, így terád, hogyha szerinted ez nem jó, akkor mondjad. És gyere el velem, és tapasztaljunk együtt. Ez már megtörtént? Eredmény. Hát, hogy ez egy szekta, kecskeáldozás, meg stb. Rossz helyre vitted. Igen. Tehát egyébként a könnyűvel kell kezdeni, ahol neked egyébként semmi keresni valód, de ő nem találhat kivetni valót benne, de ez már a bizalomnak egy olyan foka, amelyet el kell érni, és nagyon sokat kell érte dolgozni. Hanem nem megy, maradunk az első verziónál. Sun mester így a kommunikációnak négyféle erősségét különböztette meg. Azt mondta, ha az ember, aki veled szemben ül vagy áll nyitott, akkor nyugodtan beszélj neki a darmáról. Ha nem nyitott, akkor csak add meg neki azt a tudást, amire szüksége van. Ha ez nem menne, akkor beszélj hozzá kedvesen. És hogyha ez a három egyáltalán nem megy, akkor csak cselekedjetek közösen. Ezt azért jó hazavinned, mert néha a legnagyobb családterápia az, hogy szótlanul elmosogatsz. Tehát a szótlan, önzetlen cselekvés, a másik szükségének a meglátása, az az együttérzésből és önzetlenségből van szépen összegyúrva. És ezt Ted, Ez fog bizalmat ébreszteni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Akkor most én belenézek a tükörbe, látok ott egy anyagi testet, aki ilyen színű, olyan formájú, olyan alakú, akkor akkor abból visszafelé is következtetek? Visszafele merre? A lélek felé? Igen. Hát persze. Milyen következtetést szeretnél levonni? Hát vannak ilyen hogy a szem a lélek tükre, az arc a karmának a mezeje, tehát amilyen karmád van, olyan arcod van. Ez oda-vissza igaz. Amilyen arcod van, olyan karmád van. És ez nem kozmetika reklámhiddel. Pont azt próbáljuk meg elfedni, ami a valóság. Nehéz az emberek arcából olvasni. Hát egy idő után megy, főleg, hogyha a hangját és a szemét hozzáveszed, meg a járását. Amikor mi Kóreában elkezdtük a tréninget, úgy nem nagyon értettünk jól, és a kóreaiak se értettek nagy részük angolul 90-es évek eleje. És valahol teljesen harmonikus volt az együttműködés, és teljes döbbenetünkre pontosan azt kaptuk tőlük, amire szükségünk volt. Aztán megtudtuk, hogy amellett, hogy nem értik, hogy mit mondunk, négy dolgot néznek. Hogy jársz? Milyen hangon beszélsz? Mit teszel? Pontosan, mit teszel? És hogyan viszonyulsz így testbeszéd szintjén más emberekhez? És ebből mindent. Mindent. Azt, hogy én nem tudtam koreaiul olyan jó egy-másfél évig, és így kellett templomi feladatokat ellátni, és a koreai nagy templommal, illetve a szóli nagyvárossal így kölcsönhatni, az egy akkora tréning volt, hogy hihetetlen. Mert ugyanígy kellett nekem is dolgoznom. És miután megértettem, hogy mit mondanak, akkor így rám borult a konyhaszekrény, hogy én teljesen mást olvastam le belőlük, mint amit mondtak. És akkor meg kellett tanulni azt, hogy van, amikor az emberek őszintén kifejezik magukat, van, amikor nem. És hogyha kétséged van, akkor a beszédet vont kétségbe, ne a másik négyet, amit mondtam. Említetted az önszeretetet, az előbb Józsi vállom önmagát. Ez, ez abban mennyire egy ego, vagy mennyire egy szívből jövő dolog, is, mennyire van szükségünk az önszeretet saját magunk belülről való megtalálására, vagy pedig ez, amit mondtál, hogy másokon keresztül keressük meg az önszeretetünket. Na azt látom, hogy a karmáknak a meglátása és alapszintű elfogadása, ez bőven elég. Látod a szokásaidat, és ezért nem szereted vagy nem szereted magadat, csak tudod, hogy ezek a szokások valamilyen irányba mennek, valamilyen embert teremtenek belőled. Ha ez nem tetszik, akkor változtasd meg a szokásaidat, ezzel megváltoztatod önmagadat, és egy olyan ember leszel, akivel úgy öregkorodban is szeretnél együtt élni, Magyarul egy vállalható személyiség vagy. Viszont a szeretet és a hasonló minőségek, ezek így rövidre zárva egy másik ember, vagy legalább egy macska vagy kutya közreműködése nélkül, ez eléggé ilyen érzelmi önkielégítésbe mennének át. És ezért elégtelenek. Ha önszeretetben merült embert látsz, és az évekig tart, és más ember ugye, nincs a színen, vagy más lény, érző lény, akkor a legmélyén egy óriási depresszió van. Ha az a kezdetben nem volt ott, akkor kialakult. A legnagyobb kockázat vállalása az, hogy egy másik lényt szeretsz, és reméled, vagy azt várod, hogy az a lény viszont szeressen téged. Ha jó választottál, akkor ez megtörténik. Ha nem, akkor se magadat, se a másik embert nem ismerted elég jól. Úgyhogy az önismeretre szükség van, de az önszeretet szerintem lehetetlen, legalábbis annak a célnak az érdekében, amit szeretnénk, teljesen tévút. És egyébként a narcizmus melegágya csak így mellesleg. Mondod. Erről az jutott eszembe, hogy azt mondod, hogy hogy az önszeretet a na narcizmus melegágya, de van, aki meg azt mondja, hogy ha nem szereted saját magad, akkor másikat sem tudod szeretni. Hogyha nem fogadom el saját magam, akkor másikat hogy tudom elfogadni? A két mondat nem ugyanaz. Tehát magamat is el kell tudnom fogadni, és megfelelő irányba változtatni magamon, ahhoz, hogy a másikat is elfogadjam. De az önszeretet, más szeretet, ez itt egy logikai ellentmondás. Holott úgy tűnik, hogy nagyon sima a mondat, de nem így van sőt, általában azt látod, hogy valaki minél jobban szereti önmagát, a saját birtoklását, a saját ideáit, a saját területét, a saját akármiét, annál kevésbé képes egy másik embert szeretni. És minél inkább egy másik ember, vagy egy család, vagy egy csoport szeretetéből kapsz te vissza, annál boldogabb tudsz lenni. Az egyik előadásodban mondtad, hogy szülőt nem szabad tanítani gyereknek. Nem tudja tanítani. Vagy nem tudja. Megpróbálhatja bizonyos aspektusokban ilyen nagyon objektív technikai ismeretek bizonyos mértékig elmehet, de egy gyermek tanítói, tehát feljebb levő pozíciót, mint a szülő nem tud elfoglalni. Én most ilyen spirituális tanításokra Azt gondoltam. végképp nem. Én nem tudom, pedig én úgy érzem, hogy a kisebbik fiamtól többet tanulok sokszor, mint, mint a könyvekből mondjuk. Igen, de nem úgy, hogy a kisebbik fiad lesz a tanítód. A kisebbik ja. fiad mond neked spiri dolgokat, te örülsz, és megsimogatod, és főzöl neki almalevest. De ettől az anyai viszonylat nem változik meg. Tehát hirtelen nem tűnik el a te kicsi fiad, aki már biztos, hogy 20 évnél idősebb, és utána őt egy ilyen omza tehát nem egy ilyen pozícióba teszed föl, ugye? Igen. Mert lehetetlen. Erről van szó. Köszönöm. Szívesen. Hogyha valaki megtalálja a tanítóját, vagyis úgy érzi, hogy megtalálja a tanítót, de nem tud olyan gyakran elutazni a tanítóhoz, mint szeretne, akkor otthon, otthoni körülmények között hogyan tudja követni a tanítót? Tehát milyen gyakorlatok, kellenek ahhoz, hogy ő haladjon az úton? Legalább egyszer el kell utazni a tanítóhoz, vagy kellő mágikus szervező munka után a tanító eljön arra a helyre, ahol a tanítvány leledzik. Tehát ilyenkor lehet gyakorlatot kérni. Ezt így távoktatásban nem lehet. Tehát a tanítóval való személyes találkozás nem pusztán egy ilyen kiskátének a megkapása, vagy pusztán technikai ismertetés hanem egy tudattól-tudatig való kapcsolat. Ha egy igazi tanítóval találkozol, az megint csak nem a szavaidból, hanem a jelenlétedből indul ki, és amit te valójában odahoztál, tudatosan és tudattalanul egyaránt. Ez nem lehet csak így online. Ehhez személyesen kell találkozni, lehetőleg együtt időt tölteni a meditációs teremben, ez már egy elvonulás is lehet, és az elvonulás olyan, ha jól csinálják, mint egy röngengép. Minden karma kijön. Kicsibe vagy nagyba, teljesen mindegy. Megmutatkozik. Ennek láttán, vagy pedig egy személyes beszélgetés benyomásai alapján a tanító gyakorlat ad neked. Ezt hazaviszed, csinálod, és itt azért nagyon komoly kapcsolat kell a tanító és a tanítvány között ez után is, mert egy esti meditáció után egy olyat álmodsz, hogy hú-hú, Ippen éppen alig ébredsz fel a testedben, mert olyan szép volt. Vagy egy reggeli meditációkor egy hatalmas Tyrannosaurus Rex bújik elő a homlok és egy sertepertél a szobában. Tehát ezeket a dolgokat, jaj, 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 tanító ez és ez történt. Mit csináljak? Semmit. Elment? El. Akkor ez nem az, amit keresünk, nyugodtan éljed az életedet azért kell a tanító, hogy az ilyeneknél tudjon tanácsot, tanítást adni és vezessen az úton, amit te jársz a saját erőfeszítésedből, de nem instrukciók nélkül. Olyan könnyen a falnak lehet menni, hogy ez valami hihetetlen. Beszélek sokszor a darma két élű kardjáról. Nagyon sokan itt nyugaton azt hiszik, hogy így a keményfedeles borító az már egy minőségi tanúsítvány. Hát nem. Nagyon sok olyan eset van, amikor megfelelő élő darma nélkül, tehát tanító nélkül, a tanítás egy ilyen akadémikus értelmezésbe megy át, és az illető egyedül gyakorolja közösség nélkül, és tanító nélkül. Olyan falnak menések vannak, hogy hihetetlen. De az egyik legborzasztóbb következménye az ilyennek az, hogy valaki kijön egy szép napon a sufniból, vagy a kis szobájából, és elkezdi hirdetni, hogy én megvilágosodtam. Ez lehetetlen. Mert pont ez az én a megvilágosodás akadálya. És biztos, hogy körülnéz és azt mondja, hogy hát akkor most kell egy tanító, mert innentől tovább menni, hogyan? Úgyhogy a közvetlen tudattól tudatig való kapcsolat az a zen négy alapelvek közül az egyik. Előtte van még kettő, és utána van egy. Az előtte lévő az, hogy nem támaszkodás az írásokra. Tehát hogy nem ebből indulunk ki. Nem azt gondoljuk, hogy leírták, mi azt elhisszük, és akkor az úgy jó. Nem, mert itt jön a második, közvetlenül az ember tudatára irányulunk. Amit ma úgy mondtam, hogy tégy fel egy kérdést, hogy mi ez, vagy mi vagyok, az közvetlenül az eredeti, tiszta, önvalóra való irányulás nincsenek magyarázatok, szimbólumok, karok és rendek, akik közéd és a realitás közé állnának. Nincs ilyen, mert nem kell, és egy idő után akadály. Ugye akkor a harmadik a közvetlen tudattól tudatig való kapcsolat, mert ez a veleje és lényege a tanító és tanítvány együttműködésének. És utána pedig a közvetlen átadás. És a beteljesülése ennek az, hogy a felébredés egyenlő igazi önvalód tapasztalatával, ez a negyedik alapelv. Ahogy azt az előbb mondtam, nyugaton rengeteg istenérv van, keleten rengeteg idea van a megvilágosodásról, hogy ha te vízen jársz, akkor elérted, hogyha le tudod emelni a táladat a padlástérből kézérintés nélkül, ez a Buddha egyik tanítványának sikerült, aztán jól lecseszte a butha hogy e -e, ilyet nem csinálunk. Tehát Akár mágikus, akár egyéb cselekedetekkel való azonosítása ennek mélységes hiba. Tehát vagy tapasztaltuk azt, ami nem keletkezik és nem szűnik meg, aminek nincs neve és nincs formája, de ez az, ami lát benned, hal benned, és kimondja azt, hogy én, vagy sem. És kész, az összes többi karma. Úgyhogy ezért kell nagyon vigyázni, hogy milyen irányban megyünk, és ezért kell a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség hármassága, a budha, a dharma és a szanga, amely ezt számunkra világossá teszi. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. Az előbb így rátértünk az álmok kérdésére, hogy milyen mélyen szabad foglalkozni egy adott álommal, ugyanis, ha jól tudom, egy álom alatt rengeteg karmát tudunk ledolgozni. Hát ezt ahhoz az emberhez kell visszavinned ezt a mondatot, akitől hallottad, hogy egy álom alatt rengeteg karmát tudunk ledolgozni, egy álomban esetleg meglátsz valamennyi karmát, de semmennyit nem tudsz ledolgozni, mert akkor a halál állapotában meg lehetne világosodni. És ez nem így van. Megláthatod, de nem dolgozhatsz le belőle semmit, fel kell hozzá ébredni ebben a testben. Ahogy bármiféle karmikus változtatáshoz, legyen az karma teremtése, megtartása vagy eltörlése, illetve ennek a variációi, ehhez inkarnálódni kell. Pont. Oké. Köszönöm. Oké. hogy a felébredés az a, az eredeti önvalónk uh, felismerése? Tapasztalata. Tapasztalata. Így, Tehát a ki vagyok én kérdésköre, ki az, aki lát bennem, aki hal? Mi az? Mi az? Mi Azért a ki az már egy termék, az már egy avatár. Tehát a ki vagyok én kérdéssel két probléma van. A ki, meg az én. Ehhez képest a vagyok az eltörpül. Ezért van a mi ez, ami az utolsó tizedes pontig le van csupaszítva. Tehát ezt már egyszerűsíteni nem lehet. A mi ez, az rákérdezés arra a keltésztára, amelyből a pék, a szerelmes levelet, a túros buktát, a lekváros a kakaós csigát, a szilvás lepényt és hasonló dolgokat süt. Tehát ez a lényegi kérdés, ez egy mi névmáshoz sokkal, de sokkal közelebb áll, mint a kihez. Oké? Okay? Mondjad. Tehát maga a mihez kérdés az a. Tehát az vezet el az önvaló megtapasztalásához. Ez Igen, egy, ez egy hogyha de? utána kérdést is rá tudod engedni, akkor. Tehát ennek négyféle kifutása van. Az egyik a mihez kérdés verbális használata belül. Tehát elkezded az engyakorlatot minden belégzéskor 30 percen keresztül stabil ülőpozícióban reggelente esténként mi ez. És ami jön, azt elengedett, követed az instrukciókat. Szóval eltelik fél év, egy év, és az elme annyira rááll erre, hogy jön a második fokozat, amit úgy hívunk, hogy a nonverbális kérdésfeltevés. Nem kell már hangoztatni belül, hogy mi ez, vagy mondjuk a meditáció elején egyszer, és az elme pontosan ugyanazt az irányt követi 30 percen keresztül, aztán a nap 24 órájában, és marad ebben a mozdulatlan tiszta pontban. A harmadik az, amikor már a karmával is tudsz foglalkozni, mert az első két fokozatban a tiszta tükörszerű tudatod annyira megerősödött és olyan jól lát, hogy már a karma látásakor nem rogyik be, nem törik össze, nem torzul el. Onnan látod, hogy megszűnnek az önvédelmi mechanizmusok belül. Tehát képes vagy látni magadat és a világot úgy, ahogy az van. Hát ez a zenben az ilyenség. Tehát az ilyenség tapasztalásához az kell, hogy amikor nagyon komoly karma jelenik meg belül vagy kívül, akkor a mi ez kérdést már ráirányítod, ez a tárgyas kérdés. És akkor a karma megmutatja azt, hogy miből táplálkozik és mit táplál. Honnan ered és hova fut ki. Olyan érzés, mint amikor a puzzle darabok maguktól a helyükre kerülnek. Ezt hívják a látás általi megszabadulásnak néhány irányzatban. És a negyedik az, amikor a nonverbális módon ugyanígy működik a tárgyra vonatkozó, vagy a másik emberre vonatkozó kérdés. Nem kell föltenned már verbálisan, a folyamat annyira világossá és egyértelművé vált, hogy jól látod az okozatiságot, mind az emberi, mind a természeti, mind a materiális szinten. Ugyanis az emberek esetében ez úgy fogalmazható meg, hogy ki ő. És hogyha tényleg ebből a tiszta forrásból építkezel, akkor néha illúzió romboló azt látni, hogy ezen a módon megismersz valakit, míg a személynek az önképe teljesen más. Vagy amit a világ felé magából állít és sugároz ki, teljesen más. És ekkor lehetsz a tanítója, de csak ekkor. Ha te jobban ismersz valakit, mint ő saját magát, akkor automatikusan a tanítójává válsz. De ez visszafelé is igaz. Ha valaki jobban ismer téged, mint te saját magadat, akkor ő a tanítód lesz. Ha szereted, ha nem. Ha tetszik, ha nem. Úgyhogy így működjünk ezzel a kérdéssel, mert nagyon világos, nagyon egyszerű és nagyon messzire vezet. Ez a fajta belső önvizsgálat kiavítja, helyrehozza a személyiség hibáit is? Csak akkor, ha az elmét közben ki tudod kapcsolni. Tehát az első két fokozat az arra volt jó, hogy a saját konceptuális gondolkodásodat, a saját karmikus szokásaidat, a személyiségnek ezt az állandó rángatódzását a valóság és az illúziók között, ezt felfüggesztetted. Hát amikor a gondolkodás elé visszalépsz, abban a pillanatban letisztul a tükör. Ezt viszont a meditációval stabilizálni kell. Most gondold el, hogy ha neked mindig egy zenbotra lenne szükséged, hogy másodpercenként 24-szer az illúzió kereteket, azokat szépen törje szét. Amikor a tiszta tudat megvan, az azt jelenti, hogy a gondolkodásod már nem ént csinál. Már nem egóteremtő. Onnan látod, hogy a gondolkodás el is tud hallgatni. Vissza tudsz térni el, és te teljesen nyugton vagy úgy, hogy nincs konceptuális folyamat az elmében. És ekkor megnyílik a lehetőség arra, hogy a gondolataid valami nagyobbat szolgáljanak, mint önmaguk, mint a saját önképed. Ekkor vagy a bót úton. Köszönöm. Szívesen. Több kérdésem is van, egy mondatba próbálom foglalni. Darabja. Vagy, vagy, egy, vagy egy barokkör mondatba? D darabja. Így Jó. szépen, egyenként. Jó. Jó. Hogy lettél buddhista? Nem vagyok buddhista. Mi, mi, Következő kérdés. Miért, mi, miért pont a zen? Mik... Ő, ő volt a tanítóm, ő ezt követte, én megkövettem őt. Mik voltak azok a spirituális kösvények amik hatottak az életedre? Mindegyik. És mik, volt voltak ezek? Jó, akkor most kicsit kimeletesebb leszek. Kezdtem a jogával tínédzseren, de nem volt tanítom. Hogy miért nem volt tanítom, arra például tavaly előtt jöttem rá. És nagyon komoly karmákat ismétel az ember 0 és 17 éves korak között, és utána 18-28 között kezdi el a saját akarat mezeit egy kicsikét járni. Úgyhogy öt év joga utáni én ezt abba hagytam, mert zsákutca volt számomra tanító nélkül, megfelelő tanítás nélkül, csak baráti kapcsolat által ez elégtalan volt. Utána volt egy kis szünet és más irány, és aztán a tibeti buddhizmusnak így a nyingma ága, az olyan két év, és utána már jött a zen, de emellett még volt egy kis harcművészet gyakorlat, utána pedig már kezdődött a külföldi tréning, de ha valaki tudja azt, hogy mi az ő primér vagy alfa hagyománya, akkor kitekinthet nyugodtan. Nyugodtan. Senki ne legyen szakbarbár. Senki ne engedjen annak, hogy most már csak velem gyakorolsz. Fiatal tanítványom. Találd meg a tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, és mihelyt az alfa megvan, utána nyugodtan kirándulgassál, szerezzél ismereteket, gazdagítsa, stb. stb. Ezek hatottak rám, de más is hatott. Hát a gyerekkorom az nem csak Pesten volt, egy egyharmad részben a Börzsönyi hegységben, a családnak ott volt egy kis hétvégi háza, és vidékiek a rokonok, és az anyai ágon volt egy adventista lelkész, Béla bátyám. Gyerekkoromban a nyarakat ott töltöttem, és számomra a kereszténységnek az egyik legszimpatikusabb irányzata, ők tényleg élik azt, amit mondanak. Szilveszter unoka bátyám a mai napig egy gyönyörűséges reménység alapítványt üzemeltet Somogy megyében Nágocson, és teljes hitélet, teljes öregotthon, addikciós kezelések, minden, ami van. És ez a világ rám nagyon hatott, és annyira magas voltak, hogy nem akarták így kívülről megmondani, hogy már pedig most, kisfiam, lépjél be a rendbe, vagy az egyházba. Várták. Az, hogy én másfelé mentem, az az én karmám volt de megtanítottak mindent. Ószövetség, szövetség, új szövetség, imádkozás, imaházba jártunk szombatonként, fantasztikus volt. Tényleg egy meghitt, szerény, gyönyörű hitélet. Így is lehet. Úgyhogy ez is hatott rám. Köszönöm. Akkor még, még egy kérdés. Van még? Igen, én. igen. Azt szeretném még megkérdezni, hogy a, az eddigi életedben, vagy az eddigi utadon mikor voltál a legmélyebben, és mi volt az, ami, ami ebből a szakadékból vagy lelki mélységből ki tudott húzni, hogyha ezt itt lehet mondani, akkor megköszönném. Persze. Köszönöm. A kínai bölcsességben vannak a tíz éves periódusok. Ez jó, hogyha mindenkinek az életében elkezd nyilvánvalóvá válni. Nekem tíz évenként voltak ilyen nagyobb válságaim. Az első ilyen nagyon komoly válság már ugye 14 éves koromban, amikor sportegyesületet kellett váltanom egy nagyon kemény ellentét miatt és a személyes ellentétből egy teljesen új világkép keletkezett. Aztán jött 24 évesen a, zen, ahová egy nagyon mély belső ismeret hiány meg szerepválság vezérelt. Utána 2000-ben, amikor hazajön az ember friss tanítói diplomával, azaz inkával, és a régiek nem nagyon akarnak együttműködni vele, az is egy totális mélypont. És utána pedig az életvitel és az életforma egyik nagy kérdése 2010, és kérdezheted, hogy most 2020-ban mi van, boldog vagyok. Hogyha van válság, az majd később jön, de az a jó, hogyha az ember a saját változásait betervezi, és kellő őszintességgel és önismerettel végigviszi, és nem várja meg, hogy az elfolytott belső motivumok, a kívül rendezetlen karma egy óvatlan pillanatban ráboruljon. Akkor van válság, ha nem tudsz változni. Ha mersz tudsz változni, akkor te írod a sorsodnak a könyvét, és nem pedig a sorsod így ilyen hatalmas nagy sziklákat, meg viharokat és egyebeket ró rád. Mindenkinek vannak mélypontjai, akkor, amikor sötét van, nem látod a fényt, nem látod az utat, az addigi létsztratégia nem működik, kőkemény személyiségválság van pusztul körülötted az élet, nem találod a helyedet, ezt mindegyikünk megéli, vagy megélte, vagy meg fogja élni ebben a teremben. Az a kérdés, hogy mennyire látsz túl ezeken. Ha nem látsz túl ezeken, és nem tudatosan küzdöd le, akkor a következőnek a magvát is elveted. A következő válságot már azzal a tökéletlenséggel, amivel ezt a megoldást kivitelezted, már el is vetetted. És most én téged kérdezlek, miért jöttél ma ide? Kíváncsi voltam rád. Egy-két videót láttam Youtube-on, és akkor ide jöttem, hogy dolgozzak meg a válaszokért. Elkezdted, de még nem dolgoztál megértük teljesen. A csak kíváncsiság nem rossz, de akkor vedd elő ezeket a tanításokat, amikor tényleg sújt látszólag az élet, valójában a saját elintézetlen karmád. Jó, hogyha előtte fölkészülsz rá. És örülök, hogy jöttél. Köszönöm szépen, további sok boldog évet kívánok neked. Köszönöm szépen, viszont. Azt szeretném megkérdezni, hogy a megvilágosodás és a felébredés az azonos tapasztalat? Igen. Megvilágosodásnak ugye az a, az a nagyon nagy, Kurel Hwakchol D.O., a felülmúlhatatlan és teljes felébredés. És hogyha egy kicsikét fokozni szeretnénk, akkor ugye a felébredés az szintenként is értelmezhető, de a megvilágosodás ugyanígy, hogy kicsi vagy nagy, mit értél el, mit nem értél el, mennyi a maradványkarmád, mennyire tudsz önzetlen lenni, mennyire van meg a bölcsesség, együttérzés. Mindegy, hogy milyen fogalommal illetjük, csak ne azonosuljunk azzal az ítélettel, amit magunk fölött mondunk, vagy azzal a nagyon szép mondattal, hogy te, te búd, te. Régi kínai történet, hogy egy zenmester és egy professzor, így régi barátok voltak, a professzor így kint tanította nagy egyetemen, Bejárni a kolostorba, kicsit pihízni, meg relaxálni. Ugye mentálisan egy zen kolostor egy fantasztikus jó hely, mert ott neked nem kell valakinek lenni, meg bizonyítani, meg tudni, meg vizsgázni. És a professzor ugye zennek ezt a nagyon metszett természetes bölcsességét szerette, és beszélgettek az zenmesterrel, és így évek óta járt. És egyszer azt mondta a professzor a, a zenmesternek, hogy haszank. Annyi jót mondtunk már egymásnak és egymásról, most sértegessük egy kicsit egymást, ez egy kicsit újabb lesz. Azt mondta a szemmester, rendben van, kezdte. Professzor irányozója, te rizsesz, zsák te. Te lusta szerzetes. belé csak hálni jár már a lélekbe, nem csinálsz már itten semmit. Fogyasztod itt az energiát, minek? Most te jössz, mondja. A így folytatja te buddha, te bódhiszatva, te megvilágosodott, te felébredett. És erre a professzor azt mondja, állj, Hát úgy volt, hogy sértegetjük egymást, nem? És erre azt mondja az enmester, ja, a rizses zsák, rizses zsákot lát, a buddha a buthát. az íjászat, az harcművészet? Igen, kyudo, persze. És legyen a harcművészet a megvilágosodás egyik gyönyörű útja. Hát el lehet vinni odáig, mint mondjuk az Aikido-ban O-sensei, Moréhei Ujesiba, aki tényleg nagyon magas szintű felébredett lény volt. Nem mindenki az a harcművészetekben, de ő az volt. És nagyon-nagyon messzire el lehet ezt vinni. Nagyon magasra. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy 50 fölött is mennek elvonulásra emberek, akik elmúltak 50 évesek. De az, hogy Egy még biztos. Csak most kezdek ismerkedni ezzel a zennel, és hogy nagyon tetszik, de mondjuk ilyen kezdő szinten 50 fölött. Bizony, kezdő szinten 50 fölött. Ez egy jó fejezet cím lehet egy zen könyvben. Én élvezem. Kezdő szinten 50 fölött. Az nagyon jó. Úgyhogy gyere! Itt nincs korhatár. Láttál ilyen karszalagot, meg ilyen egyebet? Nincs. Nem bízol meg a saját fizikumodban? Igen. Adunk neked strandlabdát, széket, sámlit, még ilyen vastag matracot is. Képzeld el, volt egy nagyon-nagyon 50 -nagyon alatti olyan tanítványom, aki a 34 éves korára a teljes lumbális részét a gerincoszlopának hazavágta, ráadásul három hónap alatt. Tehát egyszerűen csak járni tudott rendesen, meg nagyon lassan biciklizni, de állni, ülni azt nem. Akinek valaha az L1 és az L4 között problémája volt, de ilyen masszívan, az pontosan tudja, hogy ez milyen fájdalom. De ez idegtépő. És mondja nekem, hogy ő el szeretné végezni a 90 napos elvonulást. És volt ez öt éve. És azt mondom, Istú, mi mindent megteszünk, érted? Feküdni fogsz meditáció alatt. Berendeztünk neki egy kis zensarkot, és amikor a csukpi, ez a bambuszhoz hasonlító kis hangszer, eldördült, akkor ő hanyat feküdt, és nézte a mennyezetet. És amikor megint eldördült 40 vagy 50 perc múlva, akkor fölállt és járt. Ez annyira sikeres volt, hogy elvégzett egy második 90 napos ugyanígy, és utána már ült rendesen párnán és matracon vertikálisan, és a mai napig. Tehát nagyon sok minden lehetséges, az is, hogy úgy gondolod, hogy nem fejtesz ki erőt. Akkor azt a döntést hoztad. És az is, hogy mindent megteszek azért, hogy járjam az utat, és ehhez segítséget kérek, Na, ebben a pillanatban meg is fogod kapni. Addig nem. És az a meditáció, hogyha valaki fekszik, vagy ül, az ugyanaz? Nem. Az egyik fekvő, a másik ülő. De ugyanolyan hatása van akkor ilyen formában? Nem. Az egyikben hamarabb elalszol, a másikban később. Bár vannak olyan szakértők és régi zen motorosok, akik az ülő meditációban hamarabb elalszanak, mint bárki más fekve. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, hogy ma szombathelyen ennyien összegyűltünk, és remélem, hogy együtt járjuk a felébredés, illetve a megvilágosodás útját, együtt gyakorolhatunk, és elérve egy magas szintű tudatminőséget, segíthetünk ezen a világon és magunkon egyaránt. Köszönöm a figyelmet.